Azért így elgondolkodtam Gogetinho beszólásán, hogy amikor a poénod nem biztos, hogy úgy jön le, így a Fradi vezetőségénél, hogy hát egyszerre mennek rögtön haza. De hát nyilván ez csak vicc volt, de ettől függetlenül ez mindig egy olyan talaj, amelyen nem feltétlenül szeret az ember végigmenni. Hát majd itt megmutathatja, azért a V4-en is ott volt, derekasan helytállt, és hát azért abból a tapasztalatból, meg itt az elmúlt időszak alatti felkészülések talán segíthettek annyit a csapat építgetésben, főleg hiszen, hogy ennek a versenynek az a legnagyobb ereje, hogy a saját csapatukkal kell itt bizonyítaniuk a srácoknak, és azért tényleg, hát ha nincsenek meg a legjobb játékosok, akkor bizony lehet, hogy jóval nehezebb dolga van az embernek, de csodát láttunk már, látni is fogunk szerintem ezen a versenyen is, úgyhogy hajrá! Na nézzük! Sárgában egyébként Matt, és ha jól látom, akkor kékben Gogetinho, aki azonnal teker egyet. És nem lesz szöglet, ugyanis sikerült bent tartani a labdát Mattnek. Valencia, szép a sarkazás, ott egy Fernandinho is közben feltűnik. Tehát azért annak ellenére, hogy itt nem feltétlenül a legbrutálisabb 11-eket láthatjuk, én úgy gondolom, hogy ez mindenképp a pikantériá mellett teszi le a voksát, hogy hát legalább ugye nagyon változó kezdőket pillanthatunk meg, és azért egy-egy játékosnál ugye, hogy ki mit preferál az adott poszton, meg hát ki tudott begyűjteni, akár egy market crush, vagy akár bármilyen más piaci feltételek mellett közben. Ott van Aguero, Proms és Blon vált ki rá, Gogetinho próbál támadni, visszateszi inkább Albának, és Ramos, ő egyenlőre úgy tűnik, hogy sok a kedvence amúgy FIFA-ban, de azért a legutóbbi mutatványa nem ezt támasztaná alá. Óriási az az ellenszem, amit kapott ugye a megmozdulásra miatt. Szép volt közben a szerelés. De Bruyne elindíthatja Matt is a támadását. Firmino, ez jó csel, viszont nagyon nagy előny nem tudott ebből kovácsolni. Neymar túl hamar indította el azt a cselt. Walker. És Kluivert, na, azért ő is megmutathatja magát, ez egyik legjobb holland játékos volt itt a múlt évtizedben. Sokan emlékezhetnek rá, de sokan ugyanúgy nem. Aguero is ebbe sikerül belelépni. Az első negyed órát tehát egy Gogetinho próbálkozással tudjuk le, és jöhet a szöglet közben. És tulajdonképpen az ötös sarkához sikerült bejátszani, beleírni azonban már Handanovicson kívül senki nem tudott, úgyhogy ki is lehetett hajítani most ezt a lasztit. Elindul Neymarral Matt. Egy ember van egyelőre csak középen, ettől függetlenül beadja, fejelni azonban nem tudott már a játékosával. Bergkamp, na úgy tűnik, hogy Gogetinho-nál ez a holland vonal, ez nagyon megy. Azpilicueta közben, majd Alba. Hál' Istennek vannak ilyen könnyen kimondható nevű játékosok is a kezdőkbe. Proms. Nagyon sokan veszik körbe, és egyelőre csak hátrafele tudja adni. Nincs üres ember, most ez jó. Salah be tudja magát verekedni a 16-oson belülre, és fúj a játékvezető. Ez ha minden igaz, akkor egy büntető lesz. Bizony, hiába értetlenkedik a játékos, nem tudom, megnézhetjük a visszajátszást, nem nézhetjük meg, itt elmagyarázza nekünk a FIFA, mintha nem tudnánk, hogy hogyan kell 11-es rúgni, eltűnik a nyíl, és már senki nem tudja, hogy hova fog érkezni a labda, és higgadtan a jobb alsó sarokban sikerül elhelyezni a labdát, 1-0 tehát. Méghozzá Gogetinho javára. Ezt sem nézhetjük meg. Másik irányba vetődött, abszolút Handanovicsal, mert nem volt esélye még akkor is, hogyha a labda viszonylag lassan gurult a jobb alsó felé Mattnek, hogy kivédekezze. Firmino közben, megint csak két ember van bent középen, és látszott is, hogy nem nagyon tudta, hogy kit kéne megjátszani, mert az ötösön tartózkodó két csatára nem volt üresen, a második vonalból pedig nagyon későn érkeztek föl a támadáshoz. Ettől függetlenül ez a visszaszerzett labda ellen révén majdnem egy lövésben csúcsosodott ki, de nem jött össze. Proms nagyon jól tartja meg a labdát vele Gogetinho.
és aztán jön Walker, ő is csak visszafele tudja tenni. Mint hogyha kevesebbet mozognának a játékosaik, de mondjuk elég masszívak a középpályák, ez mondjuk nagyon szép átjátszott labda, Aguero sikerül lerázni a védőjét is. Én érzésem szerint ez inkább szabálytalanság volt, mint az előző, de maradjunk annyiba, hogy egalizálta a saját teljesítményét a játékvezető. Most azonban néma maradt a síp, ja, így sem. Szabadrúgás sem, büntető nem következhetett. Nagyon határon volt ez is, közben állt a másik oldalra, ez pedig így könnyedén, de Heáé. Az első fél óra is közben elpárolgott. Továbbra is 1-0. Egy 11-essel. Nem tudom, hogy a többi mérkőzésen volt-e már igazából, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez lehetett az első büntető eddig ezen a Play Budapesti nyári kupán. Sokszor amúgy a 11-esek kérdésköre, meg úgy unblock a szabad rúgások megítélése, az egyrészt bírófüggő, négy játékvezető van, hogyha az információm nem csalnak ugye futban, de nagyon különös szituációkban szoktak fújni ezek a bírák. És hát a nagy százalékukkal, nyilván általában azok nem értenek egyet, akik elszenvedték, de tényleg fura körülmények között történhetnek ezek a dolgok. Valencia nagyon szépen szerelt, aztán ettől függetlenül Promszal vissza tudja szerezni, nem, nem jön össze végül, de nagyon megharcolt ott Gogetinho azért, hogy esetleg egy újabb támadást ott véghez tudjon vinni. Úgy tűnik, hogy a félidő vége felé egyre inkább arra törekednek a játékosok, hogy minél hamarabb eljussanak ugye az ellenfél kapujáig, és így nagyságrendileg megszűnik a középpályán a játék. Egy-két passz után, ez mondjuk egy szép labda felhozatal, egy érdekes mozdulat, de ettől függetlenül marad a kékmezes Gogetinho-nál a labda, ez is jó. Tehát sokat nem bíbelődnek, így van, inkább most is a kockázatosabb passzban ment bele, de ettől függetlenül jó jött ki belőle Bergkamp, nagyon szép átadásra, ott viszont Matt figyelt arra, hogy ebből nagyobb galiba már ne jöjjön össze. Neymarral egyelőre szépen tartja a labdát, most már a második videóját kéne lerázni, ezt így meg is oldja, miután lepasszolta Mareznek, lekészíti De Bruynenek, de ketten belelépnek, és Dehának visszateszik, nem foghatja meg ugye a labdát, hiszen nem fejjel adták az ettől függetlenül higgadtan, sikerül Gogetinho-nak kihozni, és ez az indítás is jó. Lehet, hogy itt már az első fél idő végét, ezt szépen el fogja majd passzolgatni, mondom én. Nagyon támadni nem feltétlenül akar már, de egyébként eladja. Ebből még talán a játékvezető engedélyez egy akciót, De Bruyne bizony, az be is lehetne fejezni, de nem jött össze a passz. Befelé cselezett, közben a játékvezető lefújja ugye. Szóval befelé cselezett, és picit átlátszó volt, hogy ott két ember között akarta eljuttatni ugye a csatár sorig a labdát. Némi változtatás, és nem azért, mert csere következik, hanem kicsit át kell bizony variálni azt, hogy az egy... Aha, nézzük csak. Firmino, ő lesz egyébként Neymar helyett a befejező poszton. Illetve ugye itt a, amiket előbb említettem, hogy kicsit más lett igazából a játékosoknak a feladata. Hát ilyen gyorsan nem igazán láthattam, hogy mit is sikerült állítani, de itt az utolsó passzok az, amik nem feltétlenül stimmeltek. Kicsit hasonlított ez a meccs és a Sage-féle támadásokra. Ott is tökéletesen a legtöbb esetben el tudott jutni a 16-osig Molnár Gabó ellen is, de valahogy a befejezések, de még a kapura lövések sem akartak összejönni. Na nézzük, Gogetinho támad a bal szélen Aguero-val. Hú, de nem jönnek vele a játékosai. Most érkezik csak vagy négy ember a második hullámból. Ez pedig azt jelentette, hogy tartania kellett a labdát, de ezzel rá is fázott. Nem sikerült továbbítani a senkinek. De Bruyne, ez jó csel. Nincs nagyon üres ember, Ellen. Ez most így jó, 3-2 ellen, és le lehetett adni oda jobb szélen Neymarnak a minden igaz, de ezt nagyon csúnyán fölé durrantotta. Óriási egyenlítési lehetőség maradt ki Matt részéről. Viszont sokkal jobban kezdi a második félidőt, mint azt tette ugye az előzővel. Ez mindenképp kelleni fog. V4-en is láthattuk már, hogy Gogetinho-nak azok a mérkőzések, amikor
sikerül az ellenfélnek is a játékát ugye ráerőltetnie, akkor nem feltétlenül ízlik neki az a játékstílus. Pláne hátrányból volt a legtöbbször nehezebb dolga. Minden esetre most azért még az 1-0 az neki kedvez. Egyértelműen nagyon szép kényszerítő Proms 16-osan belül. Az első, hát félig meddig csel mondhatni, hogy megtartotta a labdát, az remek volt, azonban a második az már túl soknak bizonyult, és akkor úgy tűnik, hogy igyekszik egy gyors kontrát építeni itt az ellenfele. Firmino, ugye itt igazából betette csatár pozícióba, de ő volt most legelől. Szép háromszögezés, aztán most már négyen adogatnak. Na, egyelőre, mintha edzésen lenne Matt, aztán sikerül bejátszani, ezzel viszont megnyitja az utat! Nagyot kellett védeni Deheának, és aztán a második lövést is fognia kellett, mert ugye kicsit a FIFA átka, hogy hát hova máshova pattanna a kapusról kijövő labda, mint ellenfélhez, és ez most is bebizonyosodott, hogy nagyjából így van. Viszont nem volt már akkora erő benne, hogy itt Matt egyenlíthessen ebből, de éledezik. Éledezik a sárga mezes csapattal, és ez mindenképp jó hír nekünk. Viszont, ami szintén kiemelendő, hogy itt is nagyon kevesen múlhat az összecsapásnak a sorsa, hiszen továbbra is 1-0, és az is büntetőből jött mindössze. Össze. Azpilicuétával roboghat most már előre. Kicsit, mintha stabilabb lenne, legalábbis úgy látom, Mattnek a középpályája. Jóval nehezebb dolga van Gogetinho-nak is, hogy hogyan vigye föl a labdát. Mondjuk neki kevésbé sürgősebb, de 1-0-ra játszani még a valódi életben is öngyilkossággal felérő taktikát jelent. Nem még FIFA-ba, amikor tényleg varázslatos helyekről lehet gólokat szerezni. A becsúszás után sikerül eljuttatni Promshoz, aki egy érdekes, félig meddig balett mozdulattal igyekezett kapura lőni. Ez Handanovicsnak nem okozott gondot. Ez annál inkább, de végül ez sem. Azért ott a védekező harmadban eladni a labdát, az nem éppen a magabiztosságról árulkodik. Teljes közben Mertens. Ez most jó akció, teljesen üresen a másik oldalon a társ, de Dehe azt is védi. Kicsit egyébként már kisodródott, talán De Bruyne-nel, Matt, és nem tudta már úgy kapura kanalazni, hogy abból veszélyesebb helyzet alakuljon ki, de továbbra is ő van fölényben a második félidőben. Nagyon kevesen múlik tényleg, hogy egyenlőre ennek a mérkőzésnek az állása nem 1-1, hanem 1-0. Rögtön meg is történik itt a csere, meg a változtatás, és mind a két oldal készen is áll. Meg is nézhetjük, Zaha érkezik De Bruyne helyett, és ha minden igaz, még Gomez, aki Aguero-t váltja, Immobile, Kluivert helyett jön. S szerintem még, igen, Pjanic pedig Bergkampot váltja. Hát akkor itt mindent egy lapra feltéve az összes cseréjét kihasználta, igazság szerint Goge. Proms. Az még úgy jó lehet! Sikerül azonban beleállnia Mattnek. Ebből robokat előre. Itt még mindenképp mennie kell, hiszen rengeteg idő van. Kevésbé akarnak a játékosai előre jönni. Kicsit támadóbb szellemben kéne ezt megvalósítani, mert ezek a kontrák, ezek nagyon jól működhetnének, de ha nincs ember, akkor egy vagy két csatárral a négy, akár öt védő vagy védekező játékossal szemben azért nehéz egy olyan passzolgatást összehozni, amiből mondjuk végül összejön egy lövés, vagy ne adj Isten egy gól. Zaha közben, ő még friss ember, ugye? Ne felejtsük el, hogy azért itt fáradnak rendesen ezek a virtuális labdarúgók, és ezzel akár meg is lehet lepni az ellenfelet. Továbbra is kitart a Neymar, Firmino kettős mellett Matt. Nézzük, hogy lehet, hogy felállást igyekszik változtatni? Hát igen, végül is én úgy gondolom, hogy veszíteni valója nincsen. Tehát ez az 1-0, lehet belőle 2-0 nyilván, de a visszavágó még az is bőven ledolgozható. De mi van akkor, hogyha bejön az egyenlítés, vagy ne adj Isten, egy ilyen utolsó percbeli Manchester Bayern Münchenes fordítás, az meg aztán egyértelműen ugye az edzői nagyságot emelné ki, mert
szemszögéből. De továbbra is 1-0. Az utolsó 10 percen belül most már jócskán. Gogetinho 1-0-ra vezet Matt ellen, de egy büntető az, ami eldönteni az első találkozó végeredményét. Gomez közben vissza Albának. Igen, hogyha egy picit itt megfontoltabbak lesznek a támadások, akkor ezzel a labda birtoklással igazság szerint még azt is ki lehet harcolni esetleg Gogetinho-nak, hogy alig-alig találkozik majd Matt a labdával. Most ez nem így van, roboghat Mertenszel, igazság szerint nem lett volna rossz ott a jobb oldal, csak belefutott két kékmezesbe is, és ez nem volt kifizetődő. Firmino át a másik oldalra, de ez a rögtönzött passz, ez nagyon átlátszó volt. Gomez, lesz ebből lövés. Igazából leveszi majdnem az alapvonalig, és ez nagyon jó döntés volt. Salah az, aki igyekszik megsüvegelni a már eddig is félelmetesen jó szezonját, bár most kérdés, hogy a világbajnokságon a torzombor zúri ember ott lesz-e majd. De az biztos, hogy itt a play-ten megmutatja, hogy ha kell, akkor itt is kisegíti a csapatát. 2-0 Gogetinho-nak, és most már van akciógólja is a fradistának. Zá közben érkezik a beadás, de ha bele tud érni, tud-e tisztázni Gogetinho egyelőre? Úgy tűnik, hogy nem, a 16-oson belül teljes átforgatja a másik oldalra is, az alapvonalon túlra kellett kifejelnie. Neymarral, kicsiben, Mertens közben. Vajon visszapasszolja? Nem, a beadás mellett döntött. Ez így biztos, hogy a spanyol kapus így van. Rá is pattan róla igazából a csatár. És ennyi! Megvan tehát az első mérkőzés Gogetinho-nak, kicsit nyögvenyelősen, kicsit nehezebben. De a győzelem az övé, az egyszer biztos.